Bár nem emelkedtek idén az ingatlan biztosítási díjak, a nyaralók biztosítása még mindig sokkal többbe kerül, mint az egész évben lakott házak, illetve lakások biztosítása. Szeptemberben és októberben mintegy 20%-kal többen kötnek ilyen jellegű biztosításokat, mivel az üresen hagyott ingatlanokra nem csak a betörők jelenthetnek fokozott kockázatot, de az időjárás is komoly károkat tud okozni. A biztosítókhoz beérkező panaszok esetében előfordul, hogy a tulajdonosok nem megfelelő állapotban hagyják maguk mögött a nyaralókat, ami kellemetlen vitákhoz vezethet a társaságokkal. Nagyon fontos, hogy minden olyan veszélytelenítést tegyenek meg, miután ott hagyják az ingatlant, hogy a villanyvezetékek ugye rendben legyenek, le legyen zárva, víz ne legyen ugye nyitva hagyva, ne történjen fagyáskár, illetve a megfelelő zárvédelemről is gondoskodjanak. A szakember szerint nem érdemes próbálkozni a rendszer kiátszásával. Kárfelvételnél mindig ugye nagyon körültekintően jár el a biztosító, tehát elsődlegesen ilyenkor megnézik ugye a különböző szolgáltatóknak a számláit, amiből kiderül, hogy életvitelszerű lakás vagy lakhatás történik-e, és hogyha ez bebizonyosodik, hogy nem így van, akkor sajnos a kárkifizetéstel is utasíthatják. A kármegelőzéssel kapcsolatban a biztosítók széles körű felvilágosítást adnak, amelyek betartása esetén általában 100%-os kártérítésre számíthatnak az ingatlan tulajdonosok. A biztosítók szerint érdemes együttműködni a szomszédokkal, akik egy-egy vihar után ellenőrizni tudják az ingatlan állapotát.